Ismét rekordot döntött a koronavírussal fertőzöttek száma és az abban elhunytak száma is Magyarországon. 5162 újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Elhunyt 55 beteg. Tolna megyében a friss adatok szerint 1379 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Hiába riasztóak az adatok, a vírus tagadók száma nem csökken. A közösségi oldalakon számos, több tízezer taggal rendelkező csoportot lehet felfedezni, akik szerint feleslegesek és álságosak a járványügyi intézkedések. Bár több önkormányzat támogatja és ingyenessé tette a koronavírus szűréseket, sok helyen alacsony volt a részvételi arány. Drávaszerdahelyen például a szűrésre jogosult 180 főből mindössze 40-en jelentek meg. Tavasszal Bátaszéken is kevesen mentek el a szűrésre, a részvételi arány akkor alig haladta meg a 40%-ot. A szakemberek szerint sokan félnek a megbélyegzéstől, mások pedig a mintavétellel járó fájdalomtól tartanak, noha a betegség súlyos szövődményeivel összehasonlítva az elenyésző fájdalom. Kertész Ágnes, a Tolna megyei Balassa János Kórház pszichiátriai osztályát vezető főorvos azt mondja, ennek a jelenségnek az az oka, hogy az emberek nehezen élik meg a huzamosabb ideig tartó krízishelyzetet, megoldási sémáik pedig beszűkülnek. Ekkor lépnek fel az indulatkezelési problémák, az élelmiszer felesleges felhalmozása és a vírus, valamint a helyzet tagadása is. Mindenféleképpen számolni kell avval, hogy kóros működések lépnek életbe, vagy egy intenzív szorongás, és a helyzetnek a sokkal súlyosabb formában való megítélése, mint a valóság, vagy a tagadás. Szakemberek szerint ismét megnőhet az alkohol és a kábítószer fogyasztása magyarok körében, hiszen ezek az úgynevezett pótszerek szorongáscsökkentő hatásúak.